Alig zárult le a kétnapos vilniuszi NATO csúcs találkozó. Joe Biden már a katonai szövetség legújabb tagállamában, Finnországban tárgyal. Az amerikai elnök még a litván fővárosban ígéretet tett arra, hogy országa nem fogja magára hagyni Ukrajnát a háborúban. Nem lehet elfelejteni, hogy ez milyen fontos, soha nem szabad feladni a jobb jövőért folytatott harcot. A szabadság védelme nem egy egynapos vagy egyéves munka, hanem az életünk végéig, örökké tart. Megedződtünk az előttünk álló harcra. Az egységünk nem fog csorbát szenvedni, ezt ígérem, fogadkozott Joe Biden. A szép szavak ellenére Volodymyr Zelenszkij nem lehet maradéktalanul elégedett a NATO csúcs eredményeivel. A tagállamok ugyanis nem hívták meg Ukrajnát a szövetségbe. Nem változott az álláspontom. A legfontosabb az, hogy egyetértünk azt illetően, Ukrajna mikor, milyen körülmények teljesítésével csatlakozhat a NATO-hoz. Az összes részletet talán nem hozták nyilvánosságra, de számomra nagyon fontos volt, hogy az egyesség a biztonságra épül, mondta az ukrán elnök, aki csalódottságának korábban keményebb szavakkal is hangot adott. Ezt több amerikai és brit politikus is bírálta, azt hangoztatva, hogy Zelenszkijnek az elégedetlenkedés helyett inkább hálásnak kellene lennie a kapott támogatásért.